A Magyar Fodrász Kozmetikus Közhasznú Egyesület minden évben fotópályázatot hirdet több kategóriában az Év Fodrásza címért. A beküldött fotópályázati műveket az Egyesület szakmai zsűrije, szakmai újságok, munkatársai, valamint fotóművészek értékelik. Varga Nelli a 2012-es évben 4 kategóriában indult, melyből 3-at megnyert. Pályája kezdetéről, a versenyekről, valamint jövőbeni terveiről kérdeztük. Mikor gondoltad először, hogy te fodrász szeretnél lenni? Hát 8-ban eljön a pályaválasztás, ugye fölkerül a nagy kérdés, hogy ki mi szeretne lenni, hova megy tovább tanulni, és soha életemben nem jártam fodrászatba, tehát hosszú hajam volt, és valahogy a rajztanárom szerint Góda Randás, aki erősített, hogy kézügyességem van, fantázia, kreativitás van bennem, fodrászat. A szülők összesúgtak, hogy hát nem is járt fodrászatba, mi lesz itt, fodrász akar lenni, úgyhogy még nem is látta a szakmát, és így választottam a szakmát végül is. És hogy indultál el tovább? Gondolom, hogy kellett gyakorlati helyet keresni az iskola után. Igen, anyukámnak volt egy kedvenc fodrászat a Gödöllőn, aki újszerű divatos frizurákat vágott, Pesten egy mesterfodrásznál tanulta ő is a szakmát, és így kerültem oda. Az iskola az a Gödöllői Madács Imre szakmunkás képző iskolába jártam, és hát így akkor egy irányba Gödöllőn volt ez a fodrászat is, és akkor ott tanultam a szakmát. 3 évet ott töltöttem el, és úgy éreztem, hogy még kell tanulnom modern hajvágásokat, és így indultam el megkeresni azt a helyet, ahol nekem át tudnak adni még tökéletes hajvágásokat, és a szakma ki tud teljesedni. Így voltam több névnél is, de aki a legszimpatikusabban fogadott, az Hajas László volt, és kért tőlem egy női hajvágást, azt mondta, hogy olyat hozzak, ami most tükrözi a jelen pillanatban a szakmai tudásomat, és akkor meglátjuk. És én akkor vittem egy kis barátnőt, ugye friss végzősként, tépett frizurát vágtam neki, és emlékszem, hogy a Laci így megborzolta, és mondta, hogy ez aranyos, nem is olyan rossz. Ennyi volt a felvételi, egy hét múlva kezdtem. Hát, ugye így indult, hogy tanulok tőle, és hogy majd kitökéletesedek, és majd nyitok egy saját üzletet, de közben a Lacinál annyira a Hollywoodja van a szakmának, ilyen fotózás, ugye RTL Klub, TV-be frizurákat készíteni, hogy egyszerűen nem tudtam leszakadni róla, úgyhogy 20 évet töltöttünk együtt. 2011. júniusában történt a szétválás, sajnos itt a gazdasági helyzet, a bejárás, a benzinek emelkedése, stb. Ez így azt a döntést kellett, hogy hozzam, hogy itt a lakóhelyemhez közel nyitok egy kis fodrászatot, és akkor meglátjuk, hogy kellek-e ide, mert hát itt is azért rengeteg fodrászat van, tehát minden sarkon ki van írva fodrászat, kozmetika. És mit tanultál a 20 év alatt? Én azt szoktam mondani, hogy a Lacinál tanultam meg a szakmát, tehát az tört része volt annak, amit én az előző mesteremnél tanultam. Sajnos ahhoz képest én ott semmit nem tanultam. Mindent. A Laci úgy kezdte, hogy átképezett minket, a anyagokat, mit, mivel, hány százalékos oxigentákat, mihez kell használni, hogy alapozzuk elő a festett hajat, milyen szőkítőnél, milyen vékony szálú, vastag szálú hajnál, milyen erősségű anyagokat használunk, és utána milyen anyagot teszünk a hajra. A hajvágásokat, az a tökéletesség, amire minket megtanított, azt én sehol máshol nem tapasztaltam, sőt, ahogy ő áll a szakmához, az a szakmai szeretet, talán ha nem hozzákerülök, nem is maradok a szakmába, annyira megszerettette az emberrel, aki tényleg szereti csinálni, szeret a hajjal foglalkozni, kreálni és kreatív, annak ez a kánaánya. Te milyen stílusú hajakat szeretsz vágni leginkább? Abszolút ezeket a tiszta,
letisztult formákat, éppen amit az adott stílus irányít minket. Igazából nekünk Vidás Sasson, aki ugye tavaly május 9-én elhunyt, nekünk ő volt az Isten király. Vagy tömött alapvonalak, vagy nagyon tépet szellős kontúrokkal dolgozunk, és mindennek az alapja az összes hajvágásba a tökéletes hajvágás. Tehát bármi legyen az, csak az tökéletesen legyen levágva. Az arcnak megfelelően, tehát határozott keretbe, vagy lágy keretbe, tehát egy arcnak a vonalát a keret nagyon sokban befolyásolja, hogy az milyen, akár egy aszimmetria, akár egy tépet kontúr, mind más hangulatot ad az arcnak, úgyhogy ez egy kreatív szakma, tehát az úgy egészségében szerettem az egészet. Indultál a versenyeken? Igen, mindig szerettem próbára tenni magam, ami így a Lacinál nagyon gyorsan kiderült, hogy van is értelme. Egy éve, ahogy oda kerültem, nálunk minden évben hagyomány volt a hajas kupa. Ez azt akarta, hogy csak hajas dolgozók, akik elég szépen voltunk, tehát 30 fő, legalább mindenki a saját tudásának megfelelően vágott, festett hajat, és ezt tettük próbára, sőt, nagyon sokáig elméleti verseny is megelőzte, tehát kémia, hogy kevered, hogy csinálnád, különböző esetek, szökített alap, fekete a hajvége, középen vörös és búzaszőkét akarna, mivel fested meg, és ennek összességében külön volt az elmélet, a gyakorlat értékelve, és egy év után a gyakorlatot sikerült megnyernem a Lacinál, és a Laci úgy vettem észre, hogy akkor figyelt úgy fel rám, akkor felrakotta, én a Kis József utcai üzletébe kezdtem, és akkor felrakotta a belvárosi üzletbe, és folyamatosan X időközönként, mikor, hogy, melyik verseny, mennyire volt szimpatikus, általában a Fodrász Kamara által indított országos hajvágó versenyeken indultam, és hát mindig eredménnyel, tehát az első háromban mindig benne voltam. Úgyhogy ez így mindig vitte az embert előre, hogy érdemes ezzel foglalkozni, vagy jó az, amit csinálok, olyan jó visszaigazolás volt. Tavaly is megpróbáltam, vagyis hogy már tavaly az nagyon szép eredményt hozott. Tavaly előtt az év fodrásza díjért, mondom, 20 éve vagyok a szakmában azért, de jó lenne a fodrászatomba egy ilyen kupa, a szekrény tetőben milyen jó mutatna, megpróbálom. És én akkor nagyon el voltam keseredve, vagy így alakult a pályafutásunk a Lacival, mert nagyon szerettem nála dolgozni, és elindultam ezen a versenyen, és itt csak első helyezés van, tehát nincs második, harmadik helyezés, és elmondták a kategóriákba. Akkor én egy kategóriába indultam, és nem hangzott el a nevem. És jött a Laci, és mondja, hogy tudod, hogy hány pontod volt? Hát mondom, nem, de hát nem mondták a nevemet, tehát nem lett helyezés. De gyere, kérjük már ki, mert érdemes, és oda mentünk, és 3 ponton múlott, hogy első lettem a nőibe, és hát ez már nekem nagyon nagy boldogság volt. És idén megpróbáltam 4 kategóriába, és ebből 3 az év fodrászadíjat hozta el, egy pedig második lett, úgyhogy nagyon, nagyon boldog voltam. Kreatív női hajvágás, amibe indultam, innentől indul, vagyis hogy tavaly 2012-től a Vidász Sasson emlékkategória, és volt natur női hajfestés, itt a natur színekkel kellett játszani hajba, és volt avantgárd női hajfestés, és a kreatív női hajvágásom lett második, és amire a legbüszkébb vagyok, hogy a Vidász Sasson hajvágó versenyen mondta a zsűri, hogy nem osztanak ki csak egy díjat, mert Sassonnak a munkáját csak egy tökéletes hajvágás képviselheti, és kimondták a nevemet, úgyhogy nagyon boldog voltam, mert azért a szakmát igazán ott jön vissza, hogyha a hajvágás megy a fodrásznak, vagy nagyon tisztában van vele, mert nagyon-nagyon sokrétű kiemelések, szögek, ilyen puhítás, olyan vékonyítás, tehát nagyon sokrétű.
és mindig fejlődik a szakma, tehát nincs megállás, tehát folyamatos mozgásba kell lenni, hogy az ember szinten maradjon. Mert amit például 5-6 éve megnyertem verseny, frizurámat visszanézem, hát szinte nevettek rajta, hogy ezzel tudtam helyezést elérni a mai trendekhez képest, és hát annyit fejlődik, észre se vesszük, hogy mennyi minden változik a hajvágásba is. Pedig csak ollófésű, és a haj ugyanaz levágódik, és mégis történik sok minden. És így, hogy most kikerültél, hát így idézőjelbe ebből a nagyon nagy körforgásból, ugye, ami Budapesten van, így hogyan tudsz tovább fejlődni? Folyamatos továbbképzés. Ilyenkor tavasszal indulnak el a tanfolyamok, nyáron jön a nyári szünet, és igazából, amit én úgy érzek, hogy fejlesztenem kell, azt megyek és továbbképzem magam. De hát minden, a hajfestés, a kontyokba, ugye tavaly a fonások jöttek elő, bekerültek, megszépítették, extrásították a kontyokat. Hajvágás az alap, színek mindig változnak, ugye jöttek az ammóniamentes hajfestékek majdnem minden márkába, úgyhogy mindig van mit tanulni. Hát idén is szeretném megpróbálni, nem csak azért, hogy nyerni, hanem mivel hogy elszakadtam a várostól, és így a Laci nevétől, ahol ismerték a nevemet, tehát hogy szinten tartani azt, hogy a nevem semmiféleképp ne süllyedjen el, hogy 40 kilométerre vagyok a várostól. Az az igazság, hogy időszűkében nekem a legkényelmesebb ez a fotópályázatos versenyek, tehát az, hogy itt az üzletben egy napot kiszúrunk, ide jön a fotós, ide jön a sminkes modellek, és reggeltől estig dolgozunk. Egyrészt meg vannak örökítve a pillanatok a hajvágás, mert a hétköznapokban is nagyon sok mutatós, különleges frizura születik, és nincs megörökítve. Tehát ezek azért is nagyon jók, hogy vissza tudja nézni az ember, vagy profi szakemberrel meg van örökítve, és igazából ilyenre szeretnék, amit még egyelőre nem találtam. Hát ez biztos adott lesz, hogy idén megint lesz az év fodrász a díja, de most is olvastam például, ez új, igazán nem tudom még a feltételeit, de majd utána járok, hogy hajfonó verseny. Ez is nagyon érdekesnek tűnik, de nem tudom, hogy mit akar, úgyhogy erről most kaptam értesítést, de folyamatosan figyelem ugye a szakmai lapokba, hogy milyen versenyek vannak kiíráson, és ami fotópályázatos, sajnos ilyen öregesen már 20 év után megyek és figyelem a versenykiírást. Te fogsz elfogadni tanulókat? Igen, szeretnék majd ezzel foglalkozni, de az egyik gyerkőcöm az még nagyon kicsi, és azt gondolom, a tanulótartás is egy felelősségteljes munka, tehát az, hogy itt van munkaidőbe, és látja, amit csinálok, az nem ugyanaz, mintha babafejen odaállok mellé, és segítek neki tanulni, vagy megmutatni a kezét, oda tenni, hogy ezt így és így csináld, mint az, hogy hazaviszi, és próbálgatja, és a rossz mozdulatot gyakorolja be esetleg a kisdiák. Úgyhogy egyelőre még nem, de hát az élet nekem dolgozik, a gyerkőc nől, úgyhogy annyi tanulom lehet még, hogy sok. Nelly távolabbi tervei közt az iskolai szakoktatás is szerepel, szeretne hasonló jó fortélyokat átadni, mint amit ő kapott mesterfodrászától.